1970, ha jól emlékszem, Bukta Imre barátommal, fiatal emberként Szihalmon, ami Heves megyében van, egy falu, a Rima parton ácsarogtunk, a Rima az, ami a falu mellett folyik el, Kispatak. Bámultuk a felhőket, és ott álmodoztunk, hogy milyen jó lesz majd, ha mi is művészek leszünk. És milyen sok fontos dolgot fogunk csinálni. És akkor Imre hozta a újságot, a Népszabadságot, hogy a művészekkel most elég komoly baj van. Olvassam el, mert ő már olvasta. Balatonbogláron, Galántai Gyuri, hihetetlen botrányokat, rendőrségi ügyeket, forradalmi, ellenforradalmi, szabadságharcot, és Isten se emlékszik majd, hogy micsoda hülyeségeket, nem? Csupa bűncselekményt hajtanak végre. És ott tanakodtunk az Imrével, hogy akkor most ez, igen, hát ezek a művészek, hát ez hihetetlen. Ugye le voltak írva a nevek. Szabó László, aki ezt a cikket írta a Népszabadságban, hogy a fő rendőr volt akkor annak idején. Ekkor találkoztam én először a Galántai Gyuri nevével. Aztán elmúlt az idő, fölköltöztem Budapestre, Imre barátom is fölköltözött. Ő grafikus művész lett, én festő lettem. Aztán mentünk elő az időbe, és egyszer csak, 1975 vagy 76 körül, akkor a rádióban dolgozó riporter kisasszony, találkoztam vele valahol, megy riportot készíteni. Hova? Megy Galántai Gyuri. Mehetnék vele? De gyere, magma a vállán, menjen. Hol lakik a Gyuri? Hát valahol a Frankel-Leó úton, és akkor ő most a rádió számára készítve egy interjú. El is mentünk, Gyurinak a műterem lakásába, becsöngetett, senki nem jött ki, sehol sem. Vagy 20-szor becsöngetett, nem jött ki senki. Láttunk, vagy 15 percet, senki nem volt ott. Nem sikerült a interjú. Megint elmentünk ki erre, ki arra. Megint elmúlt az idő. És egyszer csak a Fiatal Művészek Klubja akkor már nagyon központi gyülekező találkozó hely volt. Egyszer csak azon kaptam magam, Galántai Gyurival beszélgetek, vitatkozunk különféle elméleti, gyakorlati dolgokról minden nap. Ugye minden este ott voltunk a Fiatal Művészek Klubjában. A legkülönfélebb művészeti és egyéb problémákat mutattunk meg. Megint elmúlt az idő, mit ad Isten, egy utcába kezdtünk el lakni. Hát a Gyuri ugyanott lakott, még most is ott lakik, én pedig oda költöztem a családommal vele szemben. Így aztán mindennaposak voltak megint csak a találkozások, mert abban a házban, amiben én laktam, az alak sorában volt, meg talán most is ott van Gyurinak, a műterm. Úgyhogy óriási komoly polemizálások folytak, főként ugye hazafelé jövet a Fiatal Művészek Klubjából, hát hogy együtt, egy helyen laktunk, együtt jöttünk.